Egy prostitúcióra kényszerített nő esetét, szabadulását mutatta be ez a berendezett kis teherautó Pécsen még 2 évvel ezelőtt. Úgy nézett ki, mint az a lakótér, ahol fogadnia kellett a férfiakat. Közben a hangszórókon keresztül elmondta történetét, hogyan került ilyen helyzetbe, és végül hogyan sikerült kiszabadulnia. Mindezt egy szabaduló szobás feladatba csomagolva, ahol 10 percük volt az érdeklődőknek arra, hogy kijussanak. Idén szeptemberben is érkezik ilyen kamion Pécsre, hogy felhívja figyelmet az emberkereskedelemre, a szexrabszolgaságra, ami napjainkban is létezik Európában. Az emberkereskedelem veszélyének kifejezetten azok a személyek vannak kitéve, akik esetlegesen alacsonyabb jövedelmi családokból érkeznek, vagy alacsonyabb iskolázottságú szülőkkel rendelkeznek, illetve a magasabb jövedelmű családokban is megjelenik alkalmanként az érzelmi elhanyagoltság, ami szintén hajlamosítja a fiatal korosztályt arra, hogy könnyebben behálózzák őket azok az elkövetők, akik kifejezetten érzelmi manipulálással vagy anyagi előnyök ígéretével prostitúcióra akarják kényszeríteni őket. Erre a bűnügyi területre jellemző a magas látencia, a mindennapokban nem igazán hallanak erről az átlagemberek, mondja a kutató. Ez teljesen természetes, hogy az emberek annyira nem értesülnek erről a bűncselekményről. Ennek pedig az az oka, hogy az emberkereskedelem rendkívül magas látenciával rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a bűncselekményt az áldozatok nem jelentik a rendőrségnek, nem derül ki, hogy ezt a bűncselekményt elkövették ellenük. Ennek számos oka lehet. Sokszor az áldozatok sem érzik magukat tényleges sértetnek, tényleges áldozatnak, mert pont például az érzelmi manipulálásnak köszönhetően ők úgy gondolják, hogy az elkövetők jót akarnak nekik, vagy anyagi szorult helyzetben vannak, ami miatt nem mernek kilépni a szituációból. De emellett a társadalmi megbélyegzése ennek a bűncselekménynek ahhoz is hozzájárul, hogy maguk az áldozatok is elkövetőként tekintenek magukra, mint akik valami rosszat tesznek, és emiatt nem mernek a hatóságokhoz fordulni. Ezen indokok azok, amelyek csökkentik a bűncselekmény ismerté válását Magyarországon. Ennek ellenére lehet következtetni a bűnügyi adatokból arra, hogy nagyjából milyen trendekben követik el ezt a bűncselekményt. Egy 2022-es projektben felmértük, hogy az országban a legtöbb vonatkozó, kapcsolódó bűncselekményt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Somogy megyében, valamint harmadik helyen Baranya megyében követik el lakosság arányosan, amely az emberkereskedelemhez kapcsolódik. Megyei szinten évente nagyjából 10 olyan bűncselekmény lát napvilágot, például kerítés, például kitartottság, például prostitúció elősegítése, gyermekprostitúció kihasználása, vagy éppen emberkereskedelem, amely valamilyen formában kötődik ehhez a tevékenységformához. Hangsúlyozni kell, hogy ezek azok az adatok, amik napvilágot látnak, viszont ennél ugye magasabb a látencia miatt az elkövetések száma, és hullámzó tendenciát is mutathat. Ez a szám mindenképpen egy átlagot jelent, nem pedig egy pontos adatot. Sokszor találkozunk olyan hírrel, hogy gyermekotthonból ismeretlen helyre távozó fiatalt keres a rendőrség. Kérdés, hogy ők kiszolgáltatott helyzetük miatt mennyire lehetnek könnyű célpontjai az emberkereskedőknek. Nem lehet kategorikusan kijelenteni, hogy ez valós lenne. Az a célja ennek a projektnek, hogy kifejezetten minden program helyszínünkön célozzuk a gyermekotthonos lakókat, hogy ők első kézből, de legalábbis interaktív módon tapasztalhassák meg, hogy milyen veszélyeket rejt az emberkereskedelem. Ez nem fogja csökkenteni az onnan alkalomattán távozókat, és ők gyakran meg is kerülnek pár nap elteltével, azonban nagy biztonsággal állítható az is, hogy vannak esetek az eltűnt személyek között, akik valamilyen úton, módon legalább alkalomattán a prostitúcióval elkezdenek foglalkozni sajnálatos módon, mert ugyanúgy az érzelmi depriváltság hozzájárul ahhoz, hogy őket könnyen lehessen befolyásolni és rávenni erre a tevékenységre.
Idén szeptemberben is ismét hazánkba érkezik a szabaduló kamion, amit a holland szakemberek készítettek, és interaktív bűnmegelőzési módszerként alkalmazva járják vele Európát. Az emberkereskedelem veszélyére figyelmeztető különleges járművet Pécsen 19-én és 20-án keresedik fel az érdeklődők a Tudásközpont melletti Szalai László kollégium mögötti részen.